Jó estét kívánok, köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Beszélgetésünk mai témája azt gondolom sokakat érinthet. A gallyazáshoz, illetve a fakivágásokhoz kapcsolódik, amelyekről a legutóbbi polgármesteri hatáskörben hozott döntésekben is tájékozódhattunk. Köszöntöm a téma kapcsán mai beszélgetőtársamat, Csőrés István alpolgármestert. Alpolgármester úr, melyek a legfőbb tudnivalói tulajdonképp az ingatlan tulajdonosoknak? Igen, köszönöm szépen, én is nagy tisztelettel köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Hogy miért is választottam ezt a témát? Hát egyrészt azért, mert a veszélyhelyzetben is, de a veszélyhelyzeten kívül is minden testületi ülésnek szerves része volt, mondhatnám állandó napi rendi pontja a fakivágás, fagajozás. Minden egyes alkalommal 20-30 körüli döntést hozunk meg, annyi kérelem érkezik be egy-egy hónapban a bizottságokhoz. Illetve azt tapasztaltam képviselőként is, hogy nagyon sok esetben megállítanak és tanácsot kérnek, hogy hogyan induljanak el fakivágás vagy gallyazás ügyébe. És hát az sem ritka, hogy elindul a saját feje után, és utána szembesül, hogy megbüntették. Én azért is gondolom, hogy beszéljünk erről, én elmondanám, hogy mi a menetrendje ennek, hogyan lehet kérelmezni a fakivágás, fagallyazást, és hát ha ezzel is tudnám segíteni a lakosságot. Hát ugye, amikor a fakivágásról beszélünk, akkor a 346/2008-as kormányrendeletet kell alapul venni, ami a fák védelméről szól, és mi ebben Hajdúböszörmény városában is igyekszünk élen járni. Számunkra a fa az szent dolog, hiszen az ember élet szerves része, csak nagyon indokolt esetben járulunk ahhoz hozzá, hogy fát vágjanak ki, illetve gallyazzanak meg. A fakivágásnál, gallyazásnál is három területet kell elkülöníteni. Van a közterület, ugye ez a belváros, vagy a városi utakra, utcákra vonatkozik. Ezekben az esetekben mindig a gazdasági bizottság lett felruházva, vagy döntsön fakivágás, vagy gallyazás ügyében, vagy éppen telepítés ügyében. Vannak a külterületek, ezt nevezhetném dűlőutaknak is. Ez a pénzügyi elnöző és mezőgazdasági bizottságnak a jogköre, ő adja a tulajdonosi hozzájárulást a kérelmekhez. Ez a két terület, ez engedélyköteles, tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy csak engedéllyel lehet fát kivágni, gallyazni. És van a harmadik terület, a magánterület. Nyilván ugye benne van a szóban is, hogy magán, itt nem kell engedélyt kérni, viszont én úgy gondolom, hogy a jó gazda az vegetációs időszakban nem vág ki fát, illetve arra is figyel, hogy esetleg a ott fészkelő madarak alól ne vágják ki a fát. Tehát mindenképpen a gazdának a felelőssége megvan, és ezt a törvény, a kormányrendelet is előírja, hogy a fa tulajdonosnak vannak kötelességei, amelyet a fával szemben érvényesíteni kell. Na most, hogyan kerülhet sor arra, hogy fát vágjunk, kigallyazzunk? Mindenképpen van egy alapprobléma, ez indokolja, hogy a fát ki kell vágni, például kiszáradt a fa, villámcsapott bele, megsérült, éppen elkorhat, vagy belelóg a villanyvezetékbe, veszélyesen lelóg, tehát nagyon, vagy éppen nagy Isten a közlekedési táblát takarja el. Ilyenkor szokott a lakos, ugye a tulajdonoshoz, az önkormányzathoz fordulni. Mindig írásban lehet beadni a kérelmet. Kétfajta kérelmünk van, és akkor mondanám is, hogy ha rákattintunk a www.hajdúböszörmény.hu honlapra, ott ügyintézés, és azon belül műszaki ügyintézések, kattintunk rá, és akkor lehet látni, van egy fa gallyazási, illetve egy fa kivágási kérelem. Hát mind a kettőt ki kell tölteni értelemszerűen, ezt benyújtani a városfejlesztési és városüzemeltetési osztályhoz, akár név szerint Egri Dóra ügyintéző hozzá is lehet küldeni, és utána indul el a folyamat. 2021-ig a fa kivágási kérelem 3000 forintos illetékkel járt, ez január 1-től megszűnt, tehát most már illetékmentes a kivágás is. Beérkezik a kérelem a hivatalba, és innentől kezdve egy hosszadalmas procedúrának van kitéve. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ma szerdán, vagy holnap szerdán szólok, és hétvégén már ki is vághatom a fát, hát ez nem ennyire egyszerű. Miért is nem? Tehát amikor beérkezik a kérelem, a ügyintézőhöz kerül, aki helyszíni szemlén, ugye a leírásból látja, hogy mit akar a tulajdonos, kimegy, megnézi a fát, és akkor ugye készít egy előterjesztést. Ezt mutatnám is. Ugye az előterjesztésben megjelenik térképen pontosan, hogy hol van a terület,
és fotón megjelenik az is, hogy mi a fával, vagy éppen a sövénnyel a probléma. Ez mind a két bizottságnál ugyanígy készül ez a ajánlás, tehát itt is lehet látni, hogy nagyon szépen a fotókon látszik, villanyvezetékbe lóg bele, több esetben is eltorzult a fanövés, vagy éppen itt lehasadt már belőle egy ág, tehát mindenképpen balesetveszélyes, és ezekben az esetekben az ügyintéző dönti el, hogy jogosult-e a kérelem, vagy nem. Amennyiben jogosult, akkor előterjesztést készít belőle, és a két bizottság elé kerül. Ha közterületről van szó, akkor a gazdasági bizottság elé, ha külterületi fákról van szó, akkor pedig a pénzügyi bizottságnál. A közterületeken általában egyedi kérelmek vannak, tehát egy-egy fára vonatkozik a fakivágás vagy gajazás. A külterületen már nem jellemző az, hogy egyedi fák kivágásával foglalkoznak, inkább itt fasorokat fogunk kivágni, elsősorban akkor, amikor megérik a kivágása. Nyilván betegség is előfordult, és esetleg akkor kell kivágni. Ez mindig licit útján meghirdette az önkormányzat, licit útján történik, és itt nagyon sok kötelezettségét is előírunk a fakitermelő számára. Egyetlen egy eset van, amikor nem kell engedélyt kérni, ha olyan elhalaszthatatlan baleset veszély áll fent, amit azonnal intézkedni kell, akkor a fát azonnal ki lehet vágni, vagy éppen meggaljazni. Egyébként minden esetben végig kell menni ezen a procedúrán. Na most ez elég hosszadalmas, és fel is olvasnám, hogy miért nem lehet egyik napról a másikra. Tehát ugye beérkezik a kérelem, benyújtotta, utána megtörténik a vizsgálat, amiről beszéltem, ha szükséges hiánypótlásra szólítják fel az illetőt. Aztán megszületik a döntés, a két bizottság meghozza a döntést. Jelen esetben, mivel veszélyhelyzet van, polgármester úrra van átruházva ez a hatáskör is. Aztán a döntésről megtörténik a kézbesítés, kimegy a kérelmezőhöz. Aztán ennek jogerőre kell emelkedni, és csak a jogerőre emelkedés után lehet a fa kivágáshoz hozzákezdeni, ellenkező esetben szankciók is érhetik a tulajdonost. Utána be kell jelenteni a megkezdésének az időpontját, a fapótlást elő van írva. Szükséges elvégezni, be is kell jelenteni, hogy hova milyen fát akar ültetni, aztán ennek az elnőzése megtörténik, és tulajdonképpen ezzel vége a procedúrának. Ez általában úgy szokott lenni, hogy a hónap közepéig beérkező kérelmeket még abban a hónapban a bizottság elé kerül, veszélyhelyzeten kívül, vészhelyzetben polgármester úr elé, ami már a hónap második felétől érkezik, az csak a következő hónapra várható, hogy döntés lesz benne, hiszen elő kell készíteni az anyagot, és az utolsó hét csütörtökön mindig testületi ülés van, a két bizottság hétfőn, illetve kedden ülésezik, és előző héten már ki is kell kézbesíteni, tehát itt két hét, az utolsó két hét erre megy el, hogy a kész anyag meglegyen. Hát miről lehet még itt beszélni? Ugye nagyon fontos, hogy mikor kezdeményezzük a fakivágást. Mi azon vagyunk, hogy vegetációs időszakban nem szívesen járulunk hozzá, kivéve ha valami nagyon súlyos baleset van. A vegetációs időszakon kívül, ami a mi rendeletünkben november 1-től április 30-ig tart, akkor szoktunk hozzájárulni favágáshoz, és a fagaljazás is erre az időszakra tehető. Fák pótlása szintén azt gondolom, hogy nagyon fontos. Ez valóban a jó gazda gondosságára is utal, ugyanakkor azt gondolom, hogy minden egyes előterjesztésen ott szokott szerepelni, és ez így jártak el most is? Igen, tehát ez nagyon fontos, hiszen Hajdúböszöménynek közel 1000 kilométer útja van, és csak itt a közterületen több mint 7000 fát tartunk nyilván kataszterbe. Ugye ez maga egy nagy mennyiség, ha itt a főtérre kinézünk, több mint vagy közel 100 fa van nyilván tartva a kateszterbe. Ezeknek nem csak az a feladatunk, hogy ezeket a fákat elültessük, hanem ezeket gondozni kell, és amikor elérkezik az idő, hogy vágásérett vagy valami történik, akkor arról is gondoskodni kell, hogy kivágjuk, és utána természetesen, hogy az egyensúly ne boruljon meg, vissza kell ültetni. Lehetőleg ugyanazzal a fajtával próbáljuk pótolni. Olyan is előfordulhat, hogy fasorokat vagyunk kénytelenek kivágni, mert esetleg a érés ideje elérkezett, akkor ott a képviselőtestület vagy a bizottságok javaslatára döntünk, hogy milyen fajta fával történjen meg a pótlás. És örömmel mondom, hogy Hajdúböszöménybe
Az utóbbi években mindig több fát ültetünk, mint amennyit kivágunk, és ezt statisztikával lehet igazolni. Most legutóbb éppen a földnapján ültettünk a fürdőkertben, a futópálya környékén felajánlásból fákat. A polgármester úr, köszönöm a tájékoztatást, a beszélgetést. Önöket pedig arra kérem, maradjanak továbbra is itt a Városi Televízió műsoránál.